Ahol eddig sár volt, ott most egy új műanyag burkolat várja a gyerekeket a Bartók Béla Zenei Általános Iskola udvarán. Az új pályát, amely adományból készült, pénteken adták át. A 10 15 méteres terület mellé hálót is építettek, így a labdák nem tudnak az testre gurulni. A jövőben itt amellett, hogy tornaórákat tartanak, a napközis időszakban is nagy segítség lesz majd. Mindenféle tekintetben óriási segítség, hiszen nem csak a tornaórán fogjuk tudni használni, ugye a mindennapos testnevelés nagy kihívások elé állítja az intézményeket, de mi ennek ezáltal így már maradéktalanul meg fogunk tudni felelni. Tehát nem csak a tornaórára gondolok, hanem a délutáni időtöltésre, a gyerekek kijönnek a napköziből, és akkor nem a adott esetben saras, kavicsos talajon kell futkározniuk, hanem ezen a szép tornapályán tudnak megfelelő körülmények között mozogni. A pálya 2 millió forintból készült, amelyet a patent csoport ajánlott fel az iskolának. 25 éve fennáll a patent, és 25 éve folyamatosan hát a lehetőségeinkhez képes támogatjuk Győr sportját, kultúráját, oktatását. Ez pedig a szűkebb régiónk, hiszen itt nagyon sokan érintve vagyunk az iskolával kapcsolatban, hiszen ide jártunk, a gyerekeink ide jártak. Nem is volt kérdés, hogy ha, ha, ha szükség van rá, akkor megpróbálunk segíteni. Hála Istennek, most tudtunk. Győre egyébként is jellemző, hogy cégek vagy magánemberek állnak egy-egy jó ügy mellé, mondta el Fekete Dávid a város alpolgármestere. Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan esemény bizonyította azt, hogy győrben jó vállalkozónak lenni, győrben jó olyan vállalkozásnak lenni, ami együtt tud működni az önkormányzattal, és együtt tud működni azokkal az oktatási intézményekkel, amelyek városában működnek. Azt hiszem, hogy a mai sportpályavatás és egy olyan dolog, egy olyan bizonyíték erre, amely mindenképp azt mutatja, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van Győrben, aki érzi a társadalmi felelősségvállalásnak a szükségességét. Ha már zeneiskola, természetesen a is zene egészen pontosan ének formájában hangzott el.